Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Most kedves nézőink bizonyára értesültek róla, hiszen számos írt csatornán beszámoltunk róla, hogy a Magyarságkutató Intézet Hunyadi Mátyás fiának, Korvin Jánosnak, valamint unokájának, Korvin Kristófnak a sírját is feltárta a horvátországi lepoglavában, található Pálos Kolostorban. A történelmi feltárás célja az volt, hogy a csontletek segítségével azonosítani lehessen Mátyás király földi maradványait a székesfehérvári osszáriumban. Azóta természetesen megtörtént az osszárium feltárása, és Kásler miniszter úr, Cserpakovics András polgármester úr, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, illetve a Spány Antal megyés püspök jelenlétében. Erről fogunk beszélgetni a mai kerekasztal beszélgetésben. Lesz 50 percünk arra, hogy az itt vendégül látott szakemberek beszámoljanak arról, hogy mi következik ezután. Tisztelettel köszöntöm Makódi Miklóst, a Magyarságkutató Intézet kutatóközpont igazgatóját. Köszöntöm a nézőket. Vizi László Tamást, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettesét. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Neparácki Endrét, a Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpont igazgatóját. Én is köszöntöm. És Pokrovenszki Krisztiánt, a Szent István Király Múzeum igazgatóját. Jó estét kívánok! Nos, hát ez az év január az igazi tudománytörténeti szenzáció volt, hiszen a magyar történelem iránt meglehetősen széles az érdeklődés, teszem hozzá, hála Istennek. A feltárás Korvin János és Korvin Kristóf sírját érintette. Milyen előzmények után került sor erre, és miért pont most? Először is valamennyünk nevében hadd köszönjem meg dr. Cserpalkovics András polgármester úrnak, hogy itt ezen a csodálatos helyen beszélgethetünk mindenről. Ennek a teremnek, ennek a helynek szelleme van, és azt gondolom, hogy ez valamennyünkre hatást is gyakorol. De visszakanyarodva szerkesztő úr kérdésére, én azt gondolom, hogy pontosan fogalmazott, hiszen ez egy tudománytörténeti esemény volt, ami 2021. januárjában lepoglavában történt, hiszen több mint 120-130 éve volt rá utoljára alkalom, hogy a lepoglavai Pálos Kolostorban, és itt azért jegyezzük meg gyorsan, ugye, hogy ez egy magyar alapítású, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a Pálos rend, még a 13. század 60-as éveiben alapították. Nos, ebben a Pálos Kolostorban 120-130 évvel ezelőtt nyitották fel azt a kriptát és azt a sírt utoljára, amelyben Korvin János és fia Korvin Kristóf, tehát Hunyadi Mátyás királyunk fia és unokája nyugodott. És tegyük gyorsan hozzá, hogy ez az épület, ezért eléggé elhanyagolt, rossz, szomorú sorsú épület is volt, maga a kolostor és a hozzá kapcsolódó templom, hiszen talán nem érdemtelen elmondani, hogy amikor a Pálos rendet, ugye II. József, ugye általában az összes szerzetes rendet feloszlatta, kivéve azokat, amelyek gyógyítással, oktatással foglalkoztak, akkor ez az épület is valójában, hát úgy mondjam, ugye államosításra került. És talán érdekes elmondani, hogy a királyi Jugoszláviában, tehát a két világháború között az egyik legkomolyabb, legszigorúbb börtön működött benne, de nem csak a királyi Jugoszláviában, hanem a 1945 utáni Jugoszláviában is ez egy szigorított börtön volt. Úgyhogy megmondom őszintén, féltünk is attól, hogy hát esetleg nem történtek olyan károk, olyan visszafordíthatatlan folyamatok, amelyek akár a sírt mondjuk feltáratlan helyzetbe hozzák, vagy nem találunk benne semmit. Ez az egyik fontos dolog, amit így előzményként érdemes elmondani. A másik az, hogy a trianoni békeszerződés után, ugye ez a terület a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, és hát közismert tény, hogy azért a két ország között bár voltak közeledési pillanatok a 20-as évek közepén, de hát tudjuk, hogy egészen 1941-ig ugyan voltak kapcsolatok, de 1941-ben már hadi állapot is volt a két ország között. Tehát nem volt alkalmas az idő arra, hogy itt ásatásokat, vizsgálatokat folytassunk. És ez így volt 1945 után is, hiszen pontosan tudjuk, hogy mi volt Jugoszláviának a megítélése a szocialista táboron belül, ugye a Titóféle
időszak hogy volt megítélve. És aztán ez a Jugoszlávia, ez beleszaladt egy harmadik Balkán háborúba is, hiszen egy kemény véres polgárháborút követően bomlott szét, esett szét, és ott is fennállt annak a veszélye egyébként, hogy hát kulturális értékek vennek veszendőbe. Hát gondoljunk csak arra, ugye, hogy például a tenger melléki híres területeket hogyan bombázták a szerbek. Hát ilyenek voltak az előzmények, de hogy valójában ki és miért vetette is fel ezt? Hát maga Kásler Miklós professzor úr volt az, aki elkötelezett volt annak érdekében, hogy menjünk és nyissuk fel, és a Magyarságkutató Intézet tárja fel, ha egyáltalán feltárható, mert ez is egy nagy kérdés volt, hogy mit találunk ott. És miniszter úr minden követ megmozgatott ennek érdekében. Anyagi feltételeket teremtett, a kultúrdiplomácia eszköztárát is segítségül hívta, hiszen ő, mint az emberi erőforrások minisztere, a kulturális örökségért is felel a kormányban. És ilyen értelemben az ő feladata többek között a kultúrdiplomácia erősítése is. És azt gondolom, hogy egy óriási dolog volt, amikor a magyar-horvát együttélés, ez egy 800 éves együttélés valójában, amikor az előző év őszén egy nagyszabású közös kiállítást rendezett Magyarország és Horvátország. Számos magyar értéket adtunk kölcsön ahhoz a kiállításhoz. És ezt a kiállítást miniszter úr nyitotta meg. És ott már felvetődött a lepoglavai feltárásnak a kérdése. És azt gondolom, hogy itt ez egy olyan egymásra találás volt ott a két miniszter között, hogy ez felgyorsította ezt a folyamatot. Tehát megkaptuk az engedélyt, de még hátra volt a Varasdi egyházmegyének is az engedélye, hiszen a Pároskorostól hozzájuk tartozik, és azt mondhatom, hogy ők ugyanolyan konstruktívan, segítőkészen álltak hozzá ehhez a feladathoz, ehhez a munkához, úgyhogy a Varasdi püspök úr is minden további nélkül megadta az engedélyt. Tehát ilyen előzmények után indult el a csapat 2021. januárjában, hogy ezt a tudománytörténeti, valóban tudománytörténeti feltárást megtegye. Kivételes pillanat volt önnek, hiszen ön lehetett az első, aki leszállt a sírkamrába. Mi fogadta? Igen, valóban nagyon izgultunk, hogy a 1800-as felnyitás, ugye a millennium körül vizsgálták utoljára a sírokat, és akkor vannak fennmaradt jegyzőkönyvek, hogy a sírban csontokat találtak, és azokat megvizsgálták, de arról a jegyzőkönyvek már nem feltétlenül szólnak, hogy például koponyákat is találtak-e a sírban. És hát a 20. század, ahogy tudományos főigazgató helyettes úr is említette, bizony sok kétséget vetett a felett, hogy lehet, hogy kirabolták később, tudtunk nélkül a sírt, úgyhogy nagyon izgultunk, amikor a kőrestaurátor cég leemelte a márvány sírfedlapot, amit 1899-ben raktak az eredeti reneszánsz sírfedlap helyére, hogy az ne sérüljön tovább, mert ugye ezen jártak is a szertartások között, és az eredeti reneszánsz faragott sírfedlap kezdett úgy megkopni, hogy a Korvin János alakja lassan kivehetetlenné vált rajta, és ezt megóvva 1899-ben kicserélték. És amikor leemelték ezt a sírfedlapot, akkor nagy meglepetésünkre egy kis, mindössze 1 méter 10 centi hosszú fakoporsó volt a 2 méter mély és 2 méter hosszú eredeti téglával kirakott sírgödörbe. Viszont a koporsó fedélre latinul fel volt írva, hogy Johannes Corvinus és Christophorus Corvinus. Tehát ez biztató volt, akkor még ugye leszállhattunk, először fényképes, majd rajzos dokumentáció készült erről a fellelt állapotról, hiszen ilyennel nem rendelkezett eddig a tudománytörténet, mert nem készültek róla korábbi sírrajzok vagy dokumentáció, és csak ezután tudtuk levenni, leemelni a
koporsó fedelet, amiről úgy szemmel láthatólag valószínűleg a 19. század végén készült, tehát amikor török aurélék visszapakolják az antropológiai vizsgálatok után a csontokat, akkor egy akkor újonnan készített kis erekje tartó koporsóba helyezik vissza, és akkor, amikor ennek leemeltük a fedlapját, akkor nyugodtunk meg, hiszen láttuk, hogy nem csak a hosszú csontok vannak ott, hanem ott van egy gyermek és egy felnőtt méretű koponya is, és ahogy a csontok vizsgálata megkezdődött, valóban én adogathattam fel ezen királyi ivadékok csontjait az Archeogenetikai Kutatóközpont vezető úrnak, és utána kezdődött meg a mintavételezés. Ekkor a feladogatás közben már láttuk azt, hogy például a medence csont és a bal combcsont az olyan mértékben deformált, hogy nagyon nagy fájdalmakra utal, és hát ezt a források le is írják, hogy Korvin János sántított is. Tehát ez már egy igazolásnak volt tekinthető, hogy valóban az ő csontjai vannak a sírban, és hát azt is tudni lehetett, hogy Korvin János 31 éves korában hal meg, Korvin Kristóf pedig egy évvel apja halála után, 6 éves korában, és a itt lévő csontok is ilyen korúak, tehát egészen bizonyosak lettünk benne már első napon, hogy itt valóban Korvin János és Korvin Kristóf csontjait találtuk meg, amit azóta az archeogenetikai vizsgálat is igazolt, hogy egy apa-fiú van eltemetve a sírba. Tehát következett a második nap, ugye a 21. század fantasztikus tudományága az archeogenetika, és az önöké lett a terep, illetve a csontok. Mennyire perdöntő egyébként, csak egy rövid kérdés még pluszban, hogy ugye azt megállapítottak, hogy Korvin János valóban a földi maradványai láthatóak, vizsgálhatóak? Egyrészt ezek a történeti adatok alapján tudjuk ezt megállapítani. Ugye azt tudtuk, hogy ott nyugszik Korvin János és Kristóf akarata szerint, és amikor megvizsgálta török Aurél professzor a 19. század végén, ő a kor legmodernebb eszköztárát vonultatta fel, mint antropológus, és ezeket a csontmaradványokra fölvette az összes fölvehető adatot, és összehasonlította a történeti adatokkal is, és minden kétséget kizáróan az akkori módszertanokkal úgy vélték, és azóta is nem gondolják máshogy, hogy ez Korvin János és Korvin Kristóf maradványa lehetett. Itt nekünk a genetikai vizsgálat az egy plusz eszköztár lesz, és mi nekünk általában mindent megkérdőjelezünk. Nem azt mondom, hogy mi szeretünk kérdéseket föltenni, de minden történeti és embertani vizsgálat ezt mutatja, hogy Korvin János és Korvin Kristóf, és azt is mutatja, hogy egy apa-fiú kapcsolat, sőt, az embertani vizsgálatok alapján ugye a kor meghatározást is szépen meg lehet, főleg a felnőtt férfi koponyájáról mondani, ami egybeesik Korvin János elhalálozásával. Ugye a combcsont sérülése ugyancsak egy bizonyító erejű volt egy embertani vizsgálat során, és a gyermek kora is becsülhető volt, itt épp a tejfog és a maradandó fogak megjelentek már a koponyában, úgyhogy ezek mind egyre mutattak, viszont a nemi jellegek például a koponyán, ez egy európid koponya volt, és elsődlegesen a nemi jellegeket, amikor vizsgáljuk, az antropológus kollégám Kis Luca vizsgálta a helyszínen, ugyancsak megerősítve, majd összehasonlítva a török Aurél vizsgálatait, tehát ugyanazokat a mérőpontokat fölvettük, amit anno a 19. században török Aurél, tehát azt is megigyekeztünk bizonyítani, hogy ez ugyanaz a koponya és ugyanaz, amit ő vizsgált, tehát ezt is le tudtuk ellenőrizni, és a nem meghatározás során férfinak lehet mondani a koponyát, de itt még akkor jön a genetika, hogy én, ha férfi, akkor rendelkeznie kellett Y-kromoszómával. És ide kellett ugye első körben eljutnunk, amivel most már rendelkezésre állunk, azzal, hogy kimutatjuk a kromoszomális nem meghatározását DNS alapon.
Tehát mindenképpen megerősítést jelentettek az eddigi vizsgálatok, viszont egy kérdés mindenképpen felvetődik, hogy a közvélemény elé mikor tárják majd a teljes vizsgálati eredményt? Mikor tudhatjuk meg? Így van, egyelőre ez szűkebb szakmai körbe van a protokollok és az összes kutatási eredményünket, hiszen egy hosszas folyamat van, amikor egy szakpublikációt írunk, és az annak a tartalma fogja részletesen elsősorban a szakmának majd bemutatni, amikor megjelenik, és utána lehet a közvélemény előtt beszélni ezekről az eredményekről, mert ha úgymond előtte elmondjuk azokat az adatokat, akkor nincs meg az a szakmai biztosíték ellenőrző folyamat, ami egy szakpublikáció alatt végigmegy minden eredményünk, minden kutatási fázisunk, és ezt nem szeretnénk mellőzni, hiszen ez számunkra is egy olyan biztosíték, és eddig is minden esetben így jártunk el, hogy mindig a szakpublikációkban adott területen megjelentett eredményeinkről hozzunk nyilvánosságra adatokat, azokat interpretáljuk, hiszen azok már a szakmai fórumokon meg vannak védve, úgymond, és számomra is egy biztosíték, hogy csak azok az adatokat hozzuk nyilvánosságra, amelyek minden szemszögből az adott korban teljesen védhetőek és tudományosan elfogadottak. Ez természetes. Az imént úgy fogalmazott a bevezetőjében, hogy ez a feltárás, illetve ezek a vizsgálatok tudománytörténeti jelentőségűek. Egy kicsit fejtse ki, hiszen én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon-nagyon fontos a magyarság számára, és mindenki számára itt a Kárpát-medencében az önök munkája, illetve hát a mostani feltárások mindenképpen. Igen, és ez különösen hangsúlyos a királysírokra, illetve a magyar uralkodók családjára vonatkozóan, hiszen hát mindenki pontosan tudja, hogy a magyar történelem elmúlt 500 éve, de hát nyilván még mehetünk jóval korábbra is, hát meglehetősen vérzivataros időszak volt. Ahogy Kásler Miklós professzor úr is az osszárium felnyitásakor fogalmazott, hogy hát nekünk nincsen speyeri dómunk, nekünk nincsen aacheni dómunk, nekünk nincs Szentdönénk, nincs Westminsterünk. Volt, de elpusztult. És azt gondolom, hogy a magyarságnak a feladata, a kutatóknak, a különböző kutató intézeteknek, hogy feltárja a megmaradt le a sírokat, megpróbálja ezeket azonosítani, és valójában egy olyan közegbe elhelyezni, hogy mindenki le tudja előttük róni a tiszteletét. Tehát ez egy nagyon fontos küldetés, ez egy nagyon fontos hivatás, amit hozzá kell mindent tenni, amit Neparácki igazgató úr mondott, hogy mindent a hiteles, tudományos alapokon, a szakmai bizonyítékok mentén megtenni. Tehát ez egy nemzeti kérdés, én azt gondolom, ezeknek a síroknak a feltárása, és a sírokban nyugvó uralkodóink, hozzátartozóiknak az azonosítása. És most már az archeogenetika segítségével ennek meg is van a reális esélye és a reális lehetősége. Nos, én is Kásler miniszter urat idézném, aki a hétfői feltárásnál azt mondta, hogy a megfelelő megoldásra törekszenek az egyház, a városvezetés, a kormány és természetesen a szakemberek egyetértésével. Én azt hiszem, hogy ez egy komoly mondat, annál is inkább, hiszen valóban kell. Kell a Királyok városa, kell hozzá a Székesfehérvári egyházmegye, és kell a kormány, és nyilvánvaló, hogy kell az önök együttműködése. Igen, tehát ez volt a Ez egy példaértékű együttműködés, azt mondom, egy példaértékű együttműködés igazgató úr támogatásával, aki nyilván a Romkertnek úgy mondom, szinte gazdája, szakmai gazdája, a város vezetés, püspökatyának a támogatása, Kásler miniszter úrnak a kezdeményezés, aki mögé állt maga szakmaiságával, a maga tekintélyével, és természetesen a Magyarságkutató Intézetnek, amely mindennek a gyakorlati végrehajtását azzal a fantasztikus szakmai háttérrel és interlanddal, amivel most már rendelkezünk, ezt végre is hajtotta, és végre tudja hajtani. Így van, és most megérkeztünk már a hétfői naphoz, amikor az imént felsoroltak jelenlétében megtörtént az osszárium feltárása. Most az osszárium és a Romkert, a Nemzeti Emlékhely és a Szent István Király Múzeum kezelésében áll.
Hogyan fogadták a kezdeményezést, igazgató úr? Így van, tehát a Nemzeti Emlékhelyez a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyi közé tartozik, de itt ugye többről beszélünk, mint pusztán egy kiállítóhelyről. Tehát az a megtiszteltetésért minket, hogy tehát mi kezelhetjük az Áhányi dómunkat, vagy nevezhetném itt bárhogy, aminek ugye most a romjai látszanak. És azt is tudni kell, hogy az osszárium ugye annó kettős céllal lett kialakítva, tehát a mostani osszárium, amit felnyitottunk. Ugye a kegyeleti okok mellett az volt a jelentősége, hogy egy olyan környezetet biztosítson, hozzon létre az ott tárolt csontok számára, hogy később, hogyha a tudomány egy olyan fejlettségi szintre jut, hogy újabb adatokat nyerhetünk ki az ott tárolt csontokból, akkor erre lehetőséget biztosítson. És ugye nem is szoktuk gyakran nyitogatni, azt is tudni kell, hogy tehát nem is tesz jót a lent kialakult klímának, ha nagyon sokszor van nyitva. Tehát egy évben egyszer szoktuk ugye augusztusban felnyitni, de hát erre az alkalomra természetesen ki lehetett nyitni, és természetesen a engedélyünket is megadtuk ehhez. Tehát mi kezeljük, de azt tudni kell azért, hogy minden régészeti leletanyag az állami tulajdon. Tehát itt a Szent István Király Múzeum engedélye önmagában azért kevés lett volna. Tehát itt a különböző szakminisztériumokat, a fenntartót, Székesfehérvár, Menyégó városát, mindenkit ugye meg kellett keresni, és az engedélyét kérni ehhez, hogy ki lehessen nyitni erre a vizsgálatra. Nos, ennek a történetnek íve van mindenképpen, hiszen a Lepoglava után jött az osszárium. Hogyan készültek erre? Hiszen ez egy nagyon fontos pillanat mindenképpen, hiszen ne feledjük, itt van mögöttünk 15 királyunk a nagy plakáton, és 15 királysíról van szó. Én még kiegészíteném azzal, hogy gyakorlatilag a 2010-es években indult ennek az ívnek a felfutása méghozzá az Országos Onkológiai Intézetben, ahol a Mátyás templomban őrzött Székesfehérvárról származó maradványok vizsgálata megkezdődött, professzor úrék vizsgálata, és ekkor kezdődött végül is az a folyamat, aminek most ismét egy mérföldkövéhez érkeztünk az osszárium felnyitásával. Ez talán tömören összefoglalva ugye az egyedüli azonosított lelet, hiszen szerencsés módon nem lett feldúrva, az harmadik Béla és Antiókiai Anna maradványai, ugyancsak itt Fehérváron tárták föl őket, de most már a Budapesten a Mátyás templomba őrzik, és ezt a csontmaradványok DNS vizsgálatát kezdték meg Szent Ilmai Zoltán professzor úrval az Országos Onkológiai Intézetben, és már ennek is a kutatás kezdetei fázisában az volt a lényeges pontja, hogyha sikerül belőlük DNS-t izolálni, amit ugyancsak nagyon sokan úgy gondolták akkor is, hogy szinte lehetetlen megcsinálni, de addig, ameddig nem próbáljuk meg, addig nagyon sokszor azt halljuk, hogy szinte lehetetlen. Itt is, ahogy tudományos főigazgató úr mondta, Korvin János és Kristóf esetében is fölmerültek kérdések, hogy hát nem lesznek ott, lehetetlen. De el kell menni, és el kell kezdeni a vizsgálatokat, mert addig nem lesz belőle eredmény. És így történt az Árpádházi DNS meghatározásával is, ami a 2014-es években indult meg, és 18-ban sikerült először közölni az DNS adatokat, ismét csak szakpublikációban, tehát ebből is láthatjuk, hogy ez egy hosszas folyamat. Talán ennél sokkal gyorsabban fogjuk ma már ezt az eredményt közölni, de ott egy több éves folyamat volt, aminek a végén rendelkezésükre állt a kutatóknak az Árpádházra jellemző DNS szakasz leíró marker szett. Ezeknek a segítségével már a reményeink szerint itt az osszáriumban található árpádházi uralkodókat, hercegeket, király nékat is tudjuk majd azonosítani, és azért, mert ma már nem csak a férfiágú örökítő anyagot határozzuk meg ezekből a csontmaradványokból, hanem a
teljes örökítő anyagot is meghatározzuk. Itt egy kis rövid kitekintést szeretnék mondani az öröklődés menetről. Ez azért fontos, mert a férfiágon öröklődő Y-kromoszóma az kizárólag férfiakban öröklődik, és szinte változatlanul évek során. Viszont, hogyha a szülőket és a nagyszülőket szeretnénk azonosítani, ahhoz szükségünk van a teljes örökítő anyag meghatározására. Ez a többi kromoszómán található DNS információ, és ma már ott tart a technológia, és itt is az osszáriumban is azt fogjuk elvégezni, hogy a teljes genom anyagát szeretnénk minden leletnek meghatározni, ezzel a felmenőket és a női ágú közeli rokonokat is szinte biztosan tudjuk majd azonosítani, úgyhogy nem kizárólag az uralkodókra koncentrálunk, hanem igyekszünk minél több csontmaradványnak az azonosítását elvégezni itt az osszáriumban. És emellett ugye most már egy másik adattal is rendelkezünk, hiszen Korvin János és Korvin Kristófnak is megvan a DNS örökítő anyag információja, a birtokunkban van. Egyelőre nem közöltük a szakpublikációba, de rendelkezésünkre áll. Ezért nyugodt szívvel mondhatom, hogy a Hunyadiakra jellemző DNS profil a kezünkben van, úgyhogy van esélyünk arra, hogy az osszáriumban feltételezhetően nyugvó Hunyadi Mátyást is azonosítani tudjuk. És itt érkeztünk el a kutatás folyamba végül is hétfőre, ahol már rendelkezésünkre áll két a magyar történelem szempontjából talán, ha lehet rangsorolni, de nagyon nehéz, de a két legkiemelkedőbb uralkodóháznak a örökítő anyagával rendelkezünk, és szeretnénk minél több uralkodót gyakorlatilag az osszáriumból azonosítani. És most már teljes szívvel tudtuk ígérni igazgató úrnak, polgármester úrnak, püspök úrnak is, mindenkinek, hogy eljutottunk oda, arra a lépésre, amire számított Érik Inga professzorasszony és a többi antropológus a 2000-es években, akik kiváló munkát végeztek a kor lehetőségeihez mérten, és ezt mai napig is látjuk, hiszen én itt az osszáriumból jövök, hogyha ezt nyugodtan mondhatunk, dolgozunk a kollégáimmal a csontanyagon, és nagyon professzionálisan, amit lehetett, tény is való, hogy szétválogatták, és tökéletes körülmények között őrizték ezeket a csontmaradványokat a 2000-es évek óta, és előrelátásuk azért szenzációs volt, ugye, hogy ők ezt arra vártak, hogy legyen egy olyan eszköztárunk, egy olyan kutatási módszer, ami ma az archeogenetika, amivel későbbiekben meg tudjuk vizsgálni, és akár azonosítani tudjuk a leleteket. Úgyhogy mi is nem tudom, hogy mi lesz a későbbiekben az a kutatási terület, ami még majd hozzá fog adni, de igyekszünk most is minden egyéb kutatási módszert lefolytatni a csontmaradványokon, és itt kiemelném az antropológus kollégákat ismét, hiszen ma már a digitális technika jóvoltából nem csak a DNS adatokat szeretnénk, hanem háromdimenziós fotókat készíteni a koponyákról, és szeretnénk ezekből rekonstrukciókat készíteni, és nagyon reméljük, hogy a Szent István Király Múzeumban egy olyan partneret találtunk, hogy a később itt a Székesfehérváron a kiállítás sokra úgy fognak már ezek a csontmaradványok eljutni, hogy a származási, genetikai információkat ki tudjuk egészíteni olyan 21. századi vizualizációs múzeumi technikákkal, hogy egy méltó múzeális kincset hagyunk ezzel a kutatással itt Székesfehérváron, amellett, hogy reményeink szerint a Nemzeti Panteonba egy méltó nyughelyet is fogunk az uralkodóinknak adni. Azért az nagyon jó dolog, ha egy komoly szakembernek mosolyog a szeme.
kívánja kiegészíteni? Igen, igen, köszönöm szépen, hogy igazgatóurak tényleg egy fantasztikus ívet rajzoltak fel. Tehát, hogyha most tényleg a 2000-es évek elejéről indulunk, akkor 20 év telt el azóta. De hogyha visszakanyarodunk oda, hogy az első feltárás, ami persze egy véletlenszerű feltárás, ugye 1848, majd a dualizmus időszakában, majd a 30-as évek közepén, tehát egy nagyon komoly folyamatnak vagyunk, egy több 150, 160, 170 éves folyamatnak vagyunk, egy olyan, most megint szerkesztő úrnak a kifejezését használom, egy olyan tudománytörténeti pillanatban, amikor egy novum van a kezünkben, az archeogenetika. És ha már ugye a hunyadiakról szó volt, és ugye Neparácki igazgató úr mondta, hogy hát megvan a hunyadiakra jellemző Y-kromoszóma is, akkor ha tovább gondoljunk ezt a kérdést, akkor itt olyan, hogy mondjam, évszázadok óta lappangó kérdésekre is választ lehet akár találni, hogy valójában a hunyadiak származása, az honnan vannak a hunyadiak. Ugye hát tudjuk azt, hogy mindenki a magáénak ismeri Hunyadit, a románok, a szlovákok, és természetesen mi magyarok is, de hát nem zárattuk ki a luxemburgi ág sem. Tehát én azt gondolom, hogy az archeogenetika segítségével és a lepoglavai feltárás segítségével ebben a kérdésben is egy jelentős erőrelépést tudunk tenni. Essék szó a csontok azonosításáról, annál is inkább, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy 1543 után mi minden történt. Ott volt a török hódoltság idején lőporraktár, kőtár, kőbánya, nagyon sok minden a 17. században, tehát 1600-as évekre gondolok elsősorban. Tehát volt-e olyan probléma, ami a csontok azonosítását megnehezíti, vagy lesz-e? Én azt gondolom, hogy itt a DNS megőrződése lehet egy érdekes kérdés. Ez azt kell tudnunk, hogy nem minden csontmaradványban őrződik meg az idők során a DNS információ. Ezt most per pillanat nem tudom elmondani, hogy mennyi azon maradványoknak a százalékos aránya, amelyikben egyáltalán nem őrződött meg a különböző környezeti hatásoknak nevezzük akkor ezeket az idők folyamán történő változásokat, de tapasztalataink során, tehát itt saját tapasztalataink során a sokkal régebbi csontmaradványok közül is 10-ből 9 csontmaradványból nagyon jó minőségű DNS-t tudunk ma már izolálni, kinyerni, tehát, és ezek korábbiak. Tehát itt a honfoglaláskor, de akár megelőző időszakokról is beszélünk, több ezer éves csontmaradványokból 90%-ának nagyon jó minőségű DNS adatot tudunk nyerni, és ezzel válaszolva a kérdésre, tehát 90%-ánál szinte biztos vagyok benne, hogy tudunk DNS adatot nyerni azokból a csontokból, amelyek megtalálunk. Igen, önök milyen tapasztalatokkal bírnak? Hát azt mindenképpen el kell mondani, hogy azért, amit ön is említett, hogy a 1543-as török dúlás és a feltárások 170 éves története során azért valóban olyan tragédiák érték ezeket a csontokat, például a lőporraktár felrobbanásakor bizonyosan számos sír szenvedett helyrehozhatatlan károkat, hogy valóban a hagyományos módszerekkel szinte lehetetlen lett volna ezeket a csontokat azonosítani, ehhez kellett az archeogenetika. És hát mi régészek ehhez azzal próbálunk hozzátenni a mi oldalunkról, hogy a történeti feltárások adatait minél pontosabban próbáljuk összevetni a jelenleg előkerült csontokkal, és majd az archeogenetikai eredményekkel. Annak érdekében, hogy a királysírok eredeti helyét a korabeli feltárt sírokkal azonosítani tudjuk majd. Mizi László Tamás? Én annyiban egészíteném még ezt a folyamatot ki, hogy hát ez az első nagy dúlás az 1490 Székesfehérvár esetében, majd aztán 1543, 1601, 1602, és hát kevesen tudják, vagy nem beszélünk, vagy keveset beszélünk róla, hogy valójában 1688 után hiába kerül ez a város vissza keresztény kézre,
a bazilikának a falai még állnak. És a 18. tehát a 17. század végén, a 18. század elején ezt gyakorlatilag elhordják a helyiek, és beépítik az épülő barokk Székesfehérvárba. Tehát ha lehet mondani, hogy ez a pusztulás, ez egy kontinuális pusztítás, pusztulás és pusztítás. De tegyük gyorsan azt is hozzá, hogy 15 magyar uralkodót temetnek el Székesfehérváron. Pontosan tudjuk azt, hogy árpádházi uralkodóink máshol is temetkeztek. És nekünk az is egy nagyon fontos törekvésünk, hogy azokat a más temetkezési helyeket is megtaláljuk. Hát például ugye Makold igazgatói lékássák a Basárt például, de terve van véve, hogy például Tihanyba is el kellene menni. És hát gondolom, hogy még beszélünk arról, hogy ha lesz időnk, hogy mik a jövő tervei, de azt gondolom, hogy az itt azonosított az archeogenetikai eredmények, azok ezeknél az ásatásoknál és ezeknél a kutatásoknál is haszonnal lesznek majd forgathatóak. Pokrovszki Krisztián illeti a szó. Köszönöm. Gyakorlatilag még annyival egészíteném ki, hogy ugye nagyon egyszerű lenne a helyzet, ha tudnánk, hogy ez a 15 uralkodó mely sírokból került előítve most ugye a lent lévő osszáriumban lévő ládákban hol találhatók. A korábbi vizsgálatok ugye több mint 900 egyént különítettek el a romkertbe és körülötte feltárt sírokból. Azt is tudjuk, hogy ezek közül mindössze 146, ha jól emlékszem, található a bazilikának olyan pontján, aki potenciálisan uralkodó lehet, de ugye itt az előbb említett dúlásokból kiindulva szintén nem mondhatjuk biztosan, hogy ez a 146 is pontosan onnan származik, mert ugye sajnos kikerülhettek, illetve kintről is bekerülhettek olyan csontok, amik eredetileg nem ott voltak. És ugye azt is tudjuk, hogy 38, ha jól emlékszem, olyan épített sírt tártak fel téglából vagy kőből, ami potenciálisan uralkodói is lehetett, és ebben mindössze 12-be volt olyan csontváz, ami aránylag épségbe megmaradt. Tehát végig kell vizsgálni ezt a 900 akárhány egyedet ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a 15 uralkodó, tehát nagyon-nagyon nagy és nehéz feladatról beszélünk. Tehát akkor kezdődik a vizsgálatok sora, mikor kezdődik, hol állnak neki, és ez meddig tart egyáltalán? Van-e már olyan, nyilvánvaló, hogy te konkrét időpontot nem tud mondani, de azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés. Így van. Hát a laborunkat előkészítettük, ez egy hosszas előkészítő folyamat volt maga a kutatási terv megismertetése mindenféllel. Ebben azért minden részletre igyekeztünk kitérni. Hát jövő hét hétfőn fogjuk kezdeni gyakorlatilag a laborba a minták feldolgozását, a DNS kinyerését, de itt azért több mint 900 egyénről beszéltünk. Ezeknek csak a DNS kinyerése is fél éves folyamat lesz legalább, hogy mindegyikből DNS információt nyerjünk ki, és ott még a DNS adatok kinyerése után van még egy molekuláris biológiai lépés. Tehát legalább egy éves folyamat lesz, amikor már az előzetes eredményekről be tudunk majd számolni, és utána szeretnénk, ha sikerül majd azonosítani néhány mintát, nagyon-nagyon nagy esélyünk most megvan erre, akkor minél gyorsabban leszeretnénk azokat egy tudományos folyóiratban közölni, és utána tudunk nyilvánosságra hozni. Én reményeim szerint a 2022-es esztendőben már a közvélemény számára is tudunk biztos eredményeket adni, és remélem, hogy hamarabb eljutunk erre a fázisra, hiszen a laboratóriumunkban minden kapacitást most erre a munkára fogom ráállítani, és ennek van egy időátfutása, de minden energiánkkal azon vagyunk, hiszen azt kell mondanom, mindenkit nagyon érdekel a laboratóriumban, és hogy melyik minta kihez tartozhatott, ki fogja azonosítani akár egyik másik mintát, hiszen azért el kell mondanom, hogy mi itt alapvetően alapkutatással foglalkozó kutatók vagyunk, és ez egy izgalmas szakma,
habár nem mindenki látja át sokszor, és nem annyira becsülik meg, de én nagyon nyugodt szívvel tudom mondani a fiataloknak is, akik nézik, hogy válasszák a tudományos világot, hiszen ilyen leletekkel tudunk foglalkozni, nap mint nap a felfedezés öröme az megvan nálunk, és én számomra ez egy szenzációs lehetőség, és a kutatócsoportomban is rengeteg fiatal szeretne hozzánk csatlakozni, és van egy olyan utánpótlásunk is, akivel a későbbiekben is fogunk együtt dolgozni, hiszen az osztáriumnak ez egy hosszas feldolgozása lesz. Itt vannak ilyen nagyon tág időbecslések, hogy évtizedek, de szerintem néhány év alatt föl szeretnénk dolgozni, hiszen utána a vászcsontokat is minél jobban szeretnénk azonosítani. Azt, ahogy igazgató úr is elmondta, vannak olyan koponya és vászcsont maradványok, amikről a kutatók korábban is biztosan tudták, hogy egy egyénhez tartoznak, de vannak olyanok, hogy nem. És igyekszünk, vagy hát szerencsésebb esetben olyan egyénnek találjuk meg, akinek tudjuk a vászcsont párját a koponyának, de lehet, hogy olyan egyén lesz a kiemelt egyénünk, akit megtalálunk, akinek nem tudták biztosan azonosítani a régész és antropológusok, hogy mely vászcsonthoz tartozik, akkor egy újabb keresési fázisunk lesz az azonosítatlan vászcsont maradványokban, az egy hosszasabb kutatási lépés lesz. Nyilvánvaló, bár tudom, hogy a, szakember ember nem jós, de azért önöket is kérdezem erről, hogy mit várnak a csontok vizsgálatától. Én ismerem a szegedi laboratóriumban dolgozó kollégákat, és tényleg rendkívül fiatal, ambiciózus, lelkes csapat, és pontosan tudom azt is, hogy a Magyarságkutató Intézet szegedi archeogenetikai laborja az azt gondolom, hogy európai mércével is toppon van. Tehát olyan berendezések, olyan technológia, olyan technikai berendezések állnak rendelkezésre, tehát adott a szakmai tudás, és adott a technikai háttér. És ezt a technikai hátteret valójában éppen a korábban említett technek köszönhetően, ugye Kásler Miklós professzor úr kezdeményezésére, támogatására sikerült valójában megvalósítani. Tehát ez egy lényeges és fontos dolog. Hát tehát az adott, minden adott annak érdekében, hogy eredményeket lehessen produkálni, és ahogy ismerem a kollégáimat, és hogy azt mondja az ember, hogy 22, akkor tartani is fogja magát hozzá. Még egy pár mondatot még megelőzve, hogy mondjam, itt a laboratóriumunkban tényleg azt kell mondanom, hogy sikerült beállítanunk azokat a molekuláris módszereket, amikkel ezek a lehetőségeink minden adott itthon ma már. Tehát ez is egy érdekes lépés, hogy külföldön hova lehet elmenni kutatni, de nekünk nagyon nagy célunk volt itt a Magyarságkutató Intézetben, hogy az összes lehetőséget, ami a világon elérhető, itthon próbáljuk el beállítani, és ma már ez is sikerült, nyugodt szíven mondhatom, és én külföldön tanultam az archeogenetikának a feldolgozását Észak-Olaszországból, ugye tőlünk nyugatra, és azt hoztam haza, és itthon állítottuk be azokat a módszereket a hazai laboratóriumunkba, és ma már ott tartunk, hogy nem csak itthon jelentkeznek hozzánk hallgatók, hanem külföldről is jönnek, és fogadjuk, amennyire energiánk van, és szeretnének nálunk tanulni. És nagyon örülök neki, hogy tőlünk keletre is beszéljek itt Romániáról, de akár egészen Ázsiáig jönnek kutatók, és reményeim szerint ők megtanulják azt, hogy hogy lehet egy ilyen laboratóriumot fölépíteni, hogy lehet ezt beállítani a saját hazájukba, és így az onnan kijövő eredményeket majd össze tudjuk hasonlítani a mi adatbázisunkkal, és így növelve a kapacitását, hiszen a világot nem tudjuk minden adatot mi produkálni, de szeretnénk még az életünkben minél több információt, és a tudományos világ ebből a szempontból nagyon nyitott. Én úgy látom, hogy vannak nyitott kutatók ebbe, és igyekszünk mi most tanítani a tőlünk keletre levő kutatókat, és nagyon szeretnénk, hogy onnan is majd az eredmények jönnek.
Bizakodva várjuk, Makódi Miklós. Én pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nyilván a legvalószínűbb eredményekre az esély az azonosított génállományok alapján Hunyadi Mátyás csontjai, ugye a Lepoglavában megtalált utódai miatt, és harmadik Béla közvetlen rokonsága. És hát úgy gondolom, hogy Hunyadi Mátyásra akár szerintem mondhatom, hogy korábban is van esély, hogy azonosítani tudjuk a csontjait, hiszen egyes elképzelések, teóriák szerint Mátyás király a templom északi részében az általa épített kápolnában nyugodott, és ismerjük is, hogy 1/9-es sírral valószínűsíthetően azonosítható. Tehát, hogyha szerencsénk van, ez az adat hamarabb meg lehet. Bízunk benne. Nos, hát elrepült az idő, de természetesen kell, hogy beszéljünk a jövőről. Annál is inkább, hiszen az Árpádház program keretében megújul a Szent István Király Múzeum, és 2022-ben én nagyon bízom benne, hogy az Aranybulla 800. évfordulóján már lesz egy tavasszal egy nagyszabású kiállítás, és közben azt is látjuk mi székesfehérváriak, hogy a rendház felújítása is zajlik folyamatosan. Hogy állnak a rendház felújításával, illetve a kiállítás előkészületeivel? Így van. Tehát épp a Budapestről érkeztem erre a kerekasztal beszélgetésre, ahol az Árpádház kiállítással kapcsolatban volt egy közös egyeztetés, ugye a Magyarság Kutató Intézettel, a Magyar Nemzeti Múzeummal és hát a Szent István Király Múzeummal. Tehát mi hárman, ez a három intézmény készíti elő ezt a nagyszabású, és tényleg biztosan mondhatom, hogy ez nagyszabású kiállítás lesz. Tehát Magyarországon akár még nem látott leletanyagokról is beszélhetünk, illetve hát Magyarország területéről is olyan leletanyagok összegyűjtéséről, ami együtt ilyen színvonalon még soha nem volt kiállítva. Maga az épület, a befogadó épület, ugye a Szent István Király Múzeum főépülete, vagy ahogy itt jobban ismerik, a rendház, teljesen jól halad a felújítási munkátokkal, határidőre el fog készülni, ugye nemrég volt sajtónyilvános bejárás is, hetente tartunk operációkat, tehát minden adott ahhoz, hogy itt jövőre megnyíljon ez a nagyszabású kiállítás. Hát lesz dolguk bőven önöknek is, de nyilvánvaló, hogy most ez elsődleges a királysírok vizsgálata, illetve a csontok vizsgálata, viszont milyen további terveik vannak? Mielőtt rátérnék, hadd mondjam igazgató úrnak, meg a kedves nézőknek is, hogy azzal, hogy most az osszáriumot felnyitottuk, hogy megkezdődöttek az azonosító munkálatok, hogy ez a nagyszabású kiállítás a három intézmény közreműködésével megvalósul. Ez azt mondja, évekre Székesfehérvárat valójában az érdeklődés homlokterébe fogja helyezni. És hát én nagyon bízom például abban is, hogy ezen a kiállításon a székesfehérváriak nagy vágya, hogy a koronázó palást egyszer ide kerüljön vissza, hogy egyszer legalább bemutatható legyen, úgyhogy bizakodjunk abból, hogy ez is megtörténik. Visszakerül, hogy milyen elképzeléseink vannak, tényleg nagyon röviden, hiszen megy az idő. Az előbb említettem, hogy nem csak Székesfehérváron vannak eltemetett uralkodóink, tehát fontos feladatnak tartjuk, hogy egyrészt a jelenlegi, a mai kis Magyarország területén még vélelmezhetően feltárható, még fel nem tárt sírokat megvizsgáljuk. Az előbb említettem, hogy Makoldi igazgatóirék már ugye Abasárt ássák, de tervbe van véve Első András magyar király tihanyi nyughelyének a megásása is. Azt László Gyula ásta legutoljára. És hogyha a beszélgetésünk elejét azzal kezdtük, hogy itt egy kultúrdiplomáciai siker is a Lepoglava, akkor azt lehet mondani, hogyha, és miután a horvát kollégák nagyon rendkívül módon rugalmasan álltak hozzá ehhez a dologhoz, a közös publikációk is lesznek, hát én abban is nagyon bízom, hogy Pólába, ahol Salamon király van eltemetve, hogy egyszer eljutunk oda, és azt a sírt is megnyithatjuk, és nagyon bízom abban, hogy az Anzsúk, akik szintén itt vannak Székesfehérváron eltemetve, ugye ezt is miniszter úr is említette, ugye, hogy a nápolyi vonalon megtalálni azokat a pontokat, ahol könnyebb lesz a fehérvári csontok azonosítása. Tehát azt gondolom, hogy feladat van, mert az elmúlt évtizedekben elhanyagoltunk nagyon sok mindent. Elhanyagoltak azok az intézetek, amelyeknek valójában ez lett volna a feladata. A Magyarság Kutató Intézet szerintem itt a 24. órában próbál
a nemzet érdekében tevékenykedni. Köszönöm. Mi rövid távon mindenképp itt az osszárium befejezésére szeretnénk koncentrálni, de emellett az összes többi kutatási projektben részt veszünk, rengeteg kutatási projekt van futó is. Szeretnénk a kiállításoknak a genetikai, szakmai támogatásában is részt venni és segíteni, és a történeti népességek genetikai kutatását is folytatjuk, és emellett természetesen hozzájárunk most már a mai magyarság genetikai kutatását is meg fogjuk kezdeni. Köszönöm szépen. Pedig hát az el nem hangzottakat nem ismétlem meg Vizi László szavait, de még amelyik királyunk Magyarországon nyugszik, Esztergomban, negyedik Béla, akinek nincs meg a sírja, tehát arra is koncentrálunk, illetve egyes elméletek szerint Mátyás király, Hunyadi János apja, tehát Mátyás király nagyapja, pedig egyik elmélet szerint Mátra Verebélyen Verebb Péterrel azonosítható, azt a sírt is meg kívánjuk kutatni. Uraim, köszönöm, hogy megtiszteltek, jó munkát kívánok mindnyájunk nevében, nincs kétségem felől, lesz dolguk bőven, és hát hajrá, várjuk a további eredményeket, amelyekről természetesen beszámolunk. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet, és azt ígérhetem, hogy munkatársaim nevében is, hogy természetesen minden egyes olyan pillanat, ami tudomásunkra jut és eredmény, azt időben megtudják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!